Következő beszélgetésünk témája a szombat ajándéka. Mózes első könyvében, a második fejezetben azt olvashatjuk, hogy amikor elvégezte Isten hetednapon az ő munkáját, melyet teremtve szerzett, megszűnt a hetedik napon minden munkájától. És megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett. Tehát Isten megpihent a teremtés után. Mit jelenthet ez a mi számunkra, mire tanít bennünket az ő saját példája által? Hát először is arra tanít, hogy mi is pihenjünk meg a hét munkán, az egész heti munkánk után, és mi is tekintsünk vissza az elmúlt hétre, hogy elmondhatjuk-e úgy, ahogy ő elmondta, hogy imé minden igen jó. A szombat még előre mutat a mi végső szabadulásunkra is, és arra taníthat még bennünket, hogy megpihenjünk. A Jóistennek ez volt az első, az ajándékai között az első, amit adott az embernek, a békesség, az ő békessége, a nyugalom, hogy megpihenjünk. És nekünk még ez egy ritmust is ad az életünkbe, hogy munka, pihenés, elgondolkozás, visszatekintés az elmúlt hétre. Látjuk, hogy Istennek nem volt ugyan szüksége pihenésre, mégis ezt a napot arra szánta, hogy visszatekintsen a teremtés művére. A mi életünkben nagyon sok minden van, ami leterhel, fizikailag, lelkileg is. Munka is fárasztóbb, a lelki terhek is gyötörnek, sokszor a bűneink terhe is nyomaszt bennünket. Mennyiben válhat a szombat valóban nyugalomnappá mi számunkra? Mennyiben lehet a megváltásnak is egy emlékeztetője? Mindenképpen ez egy alapvető rendeltetése a szombatnapnak. És ugye utalva az előbbi gondolatokra, hogy egy héten egy nap, ez egy komoly tétel. Tehát nem azt mondta az Úr, vagy azt mutatta be a példájával, hogy néhány órát töltsünk pihenéssel, vagy föltöltődéssel, hanem egy komoly részt ebből a hét napból, egy egész napot szálljunk erre, amivel megmutatta Isten a fontosságát a megpihenésnek, a föltöltődésnek. És a Biblia úgy mutatja be Istent, mint a szabadító Istent, az élő Istent. Tehát a vele való közösség, ez egy alapvető kívánalom, meg hát gyakorlat kell, hogy legyen azoknak az életében, akik az Istent keresik és megtalálták, és ezáltal a közösség által is formálódnak, és azok által, az eszközök által, amit Isten erre a napra is adott, meg egyébként a vele való kapcsolattartásra. Tulajdonképpen azt is tapasztalhatjuk ezen a napon, hogy a mi megváltónkkal való közösségben letehetjük a bűneink terhét is. Nem csak a fizikai fáradtságtól pihenhetünk meg, hanem a vele való kapcsolat, a vele való közösség egy másfajta nyugalmat is ad nekünk. Mennyire tapasztaltátok ennek az örömét? Az a jó ebben, hogy letehetjük a hétköznapi gondokat. Amikor beköszönt a szombat, ugye akkor félreteszünk mindent, minden hétköznapi gondot, dolgot, és ez lelkileg is felüdülést ad. Úgy, ahogy a Jóisten eltervezte, hogy békességet ad ezen a napon az ember lelkének. És így tudunk eljutni. Ez egy lépcső, minden alkalom egy lépcső a megszentelődésünk felé. Hozzátartozik ez a naphoz az Isten igéjével való közösség is, akár úgy, hogy az ember maga tanulmányozza, vagy ezzel együtt, hogy az Isten rendelt egy ilyen eszközt, a gyülekezetet, a közösséget, ahol mások szolgálnak embereknek a bibliai fölismeréseikkel, és ez az a nyugalom hozzátartozó kérdés, amiben az ember valóban lelkileg megerősödhet, hogyha ezeket a gondolatokat, késztetéseket nem csak attól a másik embertől hallja, vagy nem csak pusztán papírról olvas, hanem az Isten lelke által érzi azt, hogy ez, vagy tudja azt, hogy az Isten hozzászól. És hát ugye a Biblia számtalan helyen megerősíti azt, hogy Isten maga a szeretet. Tehát az ember alapvető igénye az, hogy szeressék, és valóban Isten biztosít bennünket erről mindenféle gyakorlati módon is, hogy ez valóban így van. És ez egy alapja a föltöltődésnek és fölüdülésnek. Nem tudom, ti már tapasztaltátok-e, sajnos velem többször is megtörtént, hogy
bár igyekszik az ember úgy naponta elrendezni a problémáit, a bűneit, akár embertársaival is kialakult feszültségeket, de valahogy mégis megtörténik, hogy úgy hordozza napokig. És amikor közeledik a szombat, az Istennel való együttlétnek, találkozásnak az igazi, bensőséges ünnepe, akkor valahogy ezek úgy visszaköszönnek, és mint egy ott van figyelmeztetésül, hogy valamit még nem rendeztél. Hogy nem lehet igazán áldás, nem lehet igazán az Istennel való közösséget megtalálni úgy, hogy bennünk vannak ezek a feszültségek, ezek az elrendezetlen dolgok. Tehát azért erre is kap az ember késztetést, hogy ne halogassuk, ne tartsuk magunkban, még ha addig megtörtént is, hanem ha van lehetőségünk, akkor rendezzük el, akár pénteken, vagy ha nincs lehetőségünk, akkor Isten elé vigyük, hogy legalább a mi lelkünk nyugodjon meg, és ne legyen akadály annak, hogy az Isten közelébe kerülhessünk. Erre van igei útmutatásunk is a Bibliában, amikor azt mondja, hogy ha eszedbe jut, hogy a te fele barátoddal van valami rendezetlen ügyed, akkor tedd le a te ajándékodat, menj el, békülj meg vele, és utána gyere vissza. Tehát azért ez ott van a mi lelkünkben, hogy ezeket rendezni kell. Igen, tehát ebben is segíteni akar nekünk Isten, hogy akkor legalább hétről hétre tegyük ezt meg, ha nem tettük meg aznap, amikor fölfedeztük, hogy bennünk van. Vagy erre is jó a visszatekintés. Igen. És mi a teendő akkor, hogyha már nem tudjuk éppen elrendezni, akkor szerintem helyes az, hogyha az ember eldönt, hogy az első adandó alkalommal ezt megpróbálja megtenni, hogyha erre készítést érez. Szerintem ez is egy megoldás, csak aztán ne lépjünk át rajta, hogyha már elmúlik a szombat, akkor. Igen. Tehát ne halogassuk. És tegyük meg, ha komolyan gondoltuk. De legalább Isten elé tegyük le ezeket a terheinket. És vannak olyan ígéretek a Szentírásban, hogy Isten nem csak nyugalmat, fizikai nyugalmat ad nekünk, hanem olyan lelki felüdülést és olyan örömöket. Egy nagyon szép kifejezést találunk Ézsaiás könyvében, hogy hordozlak a föld magaslatain. Hogyan tehetjük mi örömünneppé igazán ezt a napot? Mivel töltsük a szombatnap óráit, hogy Isten ezt az ígéretét betölthesse rajtunk? A szombatnap az mindig egy különleges nap az egész család számára, mert rendhagyó. A hétköznapoktól eltér mindenképpen, ugye nincs iskola, nincs munka, és hát nálunk az a szokás ilyenkor, hogy az apa hozza az ágyba reggelit, és körénk gyűlnek a gyerekek, és akkor együtt reggelizünk az ágyban, és akkor utána szépen felkészülünk, mindenki elmegy felöltözni, és akkor elmegyünk. Mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy közel van a gyülekezet, és hát tudjuk, hogy mikor kell elindulni. A délelőttöt ott töltjük, és még egy nagyon szép dolog van, ami különlegessé teszi a szombatot. Ezt már én gyerekkoromban így gyakoroltam, mivel a szüleim is ezek szerint éltek, hogy szombatra mindig olyan ételeket készítettünk, amit hétköznap nem mindig. És a gyerekek akkor mindig örömmel várják ugye a szombati együttlevést, és akkor együtt ülünk az asztalhoz, és mindenki ott van együtt, akkor közösen megbeszéljük a délelőttöt esetleg, beszélgetünk, visszamegyünk délután a gyülekezetbe, ott is vannak még programok, mikor milyen, van amikor énekpróba, van amikor közösen megyünk. Most az elmúlt szombaton például egy nagy séta volt a gyerekekkel ott a környező területen, és ez nagyon, nagyon jó dolog, amikor a gyerekekkel is együtt van az ember, és kint a természetben ilyenkor föl lehet hívni a figyelmüket arra, hogy a Jóisten teremtő munkája hogyan hoz örömet a mi életünkbe. Főleg amikor most így virágoznak a fák, vagy
a bogarak mennek, a kisunokák azok a bogármentők, és akkor a bogarakat nézzük, aztán a virágokat, hogyha felnézzünk az égre, ugye láthatjuk a felhőben, és gyönyörködhetünk a jó időben, vagy az esőben, mikor, hogy. És közösen tölthetjük el ezeket az alkalmakat, és ezek így mindenképpen felüdülés és különleges nap az egész család számára. Tehát akkor tulajdonképpen ez ünnep, ugye mindenkinek, és olyan dolgokkal tölthetjük ki az időt, amire hétköznap a munkánk miatt ugye, nincs alkalmunk, és ami nem elszakít a mi teremtőnktől, hanem közelebb visz hozzá. Ugye a természetben az a sok gyönyörű dolog, aminek a gyerekek is tudnak örülni, felnőtteknek a szívét, lelkét is felüdíti. Tehát tulajdonképpen nem kell tétlenségben töltenünk ezt a napot, sőt, nem is ez a célja Istennek, hanem hogy valamiképpen a teremtőre, a teremtésre emlékezzünk, valamiképpen őrizzük meg a vele való közösséget. Hát akkor mit jelent az, amit ugye így mond az ige, hogy megszenteljed ezt a napot? Hogyan lehet megszentelni? Hogyan lehet egész nap az Isten közelében maradni? Ugye a Biblia azt mondja, hogy a szombat szent gyülekezés napja legyen, és Isten úgy mutatkozik be, mint az Isten, aki a mi megszentelünk. Ugye a szent szó a Bibliában annyit jelent, hogy Isten számára elkülönített. Tehát olyas valami, amit nem lehet hétköznapi dolgokra használni, hanem kifejezetten az Isten szolgálatára. Ugye az időt tekintve, a szombatnapot tekintve pedig ez azt jelenti, hogy nem hétköznapi dolgokkal foglalkozunk, hanem az Istennel való közösséget ápoljuk. És ugye erre az egymással való közösség, az Isten való közösség az, ami alkalmas az Isten meghatározása szerint. És hát ugye mondjuk egy valóban fölemelő ige hirdetés, amikor egy kicsit úgy fölemel az ember tekintetét a hétköznapi problémákról, a dolgokról, a szeretett közösség a gyülekezetben, amikor az ember érezheti azt, tudhatja, hogy elfogadják, és ő is elfogadja a többieket. Tehát ez mindez ad olyan pluszt, ami általában a hétköznapokban vagy nincs meg, vagy nem úgy van meg. Tehát ez kifejezetten határozottan fölemelő, lelkileg erősítő az ember számára. Hát a szombat még alkalmas arra is, hogy meglátogassuk azokat a testvéreket, akik nem jöttek el a gyülekezetbe, vagy betegek. És ez is jó példa a gyerekek előtt is, hogyha elmegyünk és segítünk valakinek a látogatás alkalmával beteg testvéreket, vagy csak ismerősökkel tartjuk ilyenkor a kapcsolatot. Igen, tehát ezek mind olyan alkalmak, amikor egyrészt az egymással való közösséget tudjuk építeni, másrészt nyilván beszélgetéseinkben egymás hitbeli erősítésében, erősítése által mi magunk is épülünk, és Isten közelében maradhatunk akkor is, hogyha nem egész nap imádkozunk, és nem egész nap a Bibliát olvassuk, vagy hallgatjuk. Tehát ahogyan Jézus is példát adott erre, több mindennel betölthetjük ezt a parancsolatot, hogyha ha valóban arra törekszünk, hogyha ha arra vágyakozunk, hogy a teremtőnk és megváltunk irányítsa gondolatainkat, beszédtémáinkat. És ahogyan említetted is már, hogy a szombat megszentelése visszahat ránk. Ezt ígér Isten, hogy ő megszentel bennünket. Hogyan élhetjük át ezt a tapasztalatot? Az őt levélben azt olvashatjuk, hogy megvan azért a nyugodalma az Isten népének. Ez egy nagyon szép és sokat mondó kifejezés, egy nyugodalom, nem pusztán a hétköznapi gondoktól. Ha már csak ez lenne, az is nagyon nagy áldás lenne az ember számára. Hanem azt mondja a Biblia, hogy az Isten való közösségnek a nyugodalma, mikor az ember megnyugodhat a saját cselekedeteitől, ami nem azt jelenti, hogy úgy élhetünk, ahogyan akarunk, de azt az igazságot akarja az Isten szívünkbe vésni, hogy a megtartás, a vele való közösségnek ő a kulcsa, és ő a fedezet tulajdonképpen mindazon ígéretekre, amiket ő tesz, és ezért egyfajta jó értelembe vett felszabadultság, tehermentesítés,
Ugye lehet, hogy legtöbbször ezt csak akkor éljük át, amikor az Istennek megvalljuk a bűneinket, és leveszi a terhet rólunk, ez valami hasonló. Nem muszáj az bűnt elkövetni, hogy újra eszessük magunkat az Isten való közösségben, hogyha le tudjuk ezt tenni, hiszen erre szolgál ez az alkalom is. És ez a nyugodalom, az elfogadottság, elrejtettség, tulajdonképpen, hogy ezt a fogalmat is szokjuk használni, ez ami fölemeli és erősíti az embert, és az Isten iránti bizalmát elmélyíti. Többször gondolkodtam azon, hogy amikor ugye napközben fordulunk a Jóistenhez, és ugye az ige arra késztet bennünket, hogy szüntelen imádkozzunk, és hogy maradjunk is, meg a Krisztussal való közösségben, de valahogy ugye a munkánk végzése és a sok probléma, gond között ez mégsem marad állandó, ez a kapcsolat. Tehát tulajdonképpen talán így mondhatnánk, hogy ahhoz elég talán, hogy el ne süllyedjünk abban a sok bajban, bűnben, ami körülvesz bennünket, de hogy növekedjünk is, hogy fejlődjünk hitben, tehát amit a Biblia így mond, hogy megszentelődjön az életünk. Tehát ehhez kevés az az idő, amit mi hétköznap tudunk Istennel tölteni. Az a kapcsolat, amire bármennyire is törekszünk a mindennapjainkban, de mégsem egészen töretlen. Tehát ezért is lehet egy különleges ajándék számunkra, hogy hetenként egy egész napot szán erre Isten, és ezt kéri, hogy szánjuk mi is neki a vele való kapcsolatra és közösségre, és akkor ez a vele való együttlét, amiről ugye szól az ige, hogy őt szemlélve, az ő közelében átváltozunk az ő jellemére. Tehát ugye az emberi kapcsolatainkban is tudjuk, hogy hatnak ránk. Tehát hatnak ránk a barátaink, még az ellenségeink is sokszor, tehát akik másképp gondolkodnak, mindenki hat a másikra. Nyilván, hogyha Istennel vagyunk közösségben, és egyre mélyebb közelségben, akkor természetszerűen visszahat ránk, és megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, megszentel bennünket. Lehetnek olyan helyzetek, amikor nem könnyű ezt a napot Istennek szentelni, több okból is, esetleg munkahelyi körülmények miatt, vagy a család hozzáállása miatt, tehát több akadálya is lehet ennek. Mit tapasztalunk, hogyha ennek ellenére elhatározzuk azt, hogy Istennek engedelmeskedünk, akkor lehetséges-e mégis a legnehezebb körülmények között is ezt a napot megtartani? Hogy van-e erről valami tapasztalatotok? Nekem van ilyen, a régebbi munkahelyemen postán dolgoztam, és kértem a főnökasszonyt, hogy szabadságot szeretnék elkülöníteni az év utolsó napjaira, mert biztos, hogy lesz olyan, hogy cserélni kell a szombat miatt. Ő mondta, hogy nem, erre nem lesz szükség. Hát és mégis úgy alakult, hogy be kellett volna menni szombaton dolgozni. És akkor hát szerződéssel voltam én akkor ott a postán, és mondtam neki, hogy hát én nem tudok bejönni. De be kell jöjjek most, mert nincs helyettes. Mondtam neki, hogy nem, én nem fogok bejönni. Ha a szerződésemet felbontja, akkor se jövök be, és sajnos ezt én előre megmondtam, kértem, és hát szeretném, hogyha ezt így figyelembe venné. Végül mégiscsak lett helyettes, és maradtam is, nem bontották meg fel a szerződésemet, de nekem egy nagy tapasztalat volt, és egy nagy öröm is. Tehát valahogy az ember úgy van előtte, hogy gondolkozik, hogy most mi a helyes, hogy most ugye munkahelyen függ, meg nem, de hogyha kitart az ember, akkor egy nagy öröm, és belső békét és egy tartást is ad, hogy igen, a Jóisten nem minden lehetséges. És tulajdonképpen éppen az ilyen esetekben tapasztalhatjuk azt, hogy az ígéreteit teljesíti. Tehát ha mi hűségesek vagyunk, akkor ő is az lesz, és ő megteszi azt, amit mi lehetetlennek tartunk egy ilyen, vagy esetleg ennél is még nehezebb helyzet. Nekem is volt, bár nem túl nehéz küzdelmem ezzel, még egészen fiatal koromban, tulajdonképpen akkor még iskolába jártam, és akkor még a szombat az nem volt szabad. Miután megkeresztelkedtem tavasszal, és hát még az iskola végéig
problémáim lehettek volna ebből. És én nagyon kértem a jó Istent arra, hogy valahogy tegye lehetővé, hogy ezeken a szombatokon ne kelljen iskolába mennem. Mert ugye abban az időben még a kereszténységet nem volt annyira divat, mint manapság, tehát nem különösebben örültek volna az iskolában, hogyha én Bibliára hivatkozva nem megyek szombatnapon iskolába. És olyan különös tapasztalat volt ez számomra, hogy Isten mindent úgy igazított, még a ballagásunk is pénteken volt, ami pedig azért a legtöbb iskolában szombaton szokott lenni abban az időben. És én olyan boldog voltam ettől, hogy Isten meghallgatta az imáimat, hogy szombatról szombatra minden úgy alakult, hogy az érettségi szünet úgy kezdődött, a tavaszi szünet, hogy nem kellett szombaton iskolába mennem. Viszont ami ennél nehezebb és súlyosabb próba volt, az édesapám beszélt róla, még fiatalabb korában pékként dolgozott egy mesterrel, és hát az 50-es években ez ilyen hazafias kötelesség volt a pékeknek ellátni a környéket kenyérrel. Sőt, valaki feljelentette, hogy ő szombaton nem jár be a pékségbe dolgozni, és hát jöttek érte. Tehát az a bizonyos fekete autó lefüggönyözve, és hát ő nagyon meg volt rémülve, mert tudta, hogy ő az, aki itt a hazafias kötelességét elmulasztva, ugye szombaton nem dolgozott, bár a mesterrel megbeszélve. És ami az ő nagy tapasztalata volt, hogy amíg ő hát elbújt és imádkozott, hogy a Jóisten most védje meg, a főnöke, a mestere kiment és kiállt érte. És azt mondta az illetékes hát hatóságnak, hogy a lakosságot kérdezzék meg, el van látva kenyérrel a környék, szombatnapon is, és minden nap ellátjuk, és a fiatalember, aki nem dolgozik ugyan szombaton, ledolgozza ezt az időt. Mi ezt megbeszéltük. Tehát az ő számára ez volt a nagy tapasztalat, hogy a főnök ennyire kiállt mellette, és vállalta azt a kockázatot, hogy esetleg még őt is számon fogják kérni. És hát ugye abban az időben, amikor még ezért meg kellett küzdeni, és vállalni kellett a következményeket, ez az ő hitüket erősítette, hogy a Jóisten nem hagyja magukra azokat, akik vállalják a neki való engedelmességet. Az apukám bányába dolgozott három műszakba, és úgy oldották meg, hogy mindig volt, akivel tudott cserélni. Soha nem okozott, több mint 10 évig dolgozott a bányába, és soha nem okozott neki problémát, mert meg tudta oldani, de mindig imádságos szívvel indult el otthonról, és soha nem okozott neki így problémát. Tehát mondjuk ez a másik oldala annak, hogy tehát nem kellett neki, tehát meg kellett küzdeni imádságba, de hogy mindig megoldódtak ezek a dolgok. És ezek nagyon fontosak, hogy el tudjuk mondani, mert hogy a tapasztalatok, akár más tapasztalata is, azok erősítenek bennünket. És ugye az a három műszak azt is jelentette, hogy akkor ő neki már a péntek estét is, itt az éjszakát is el kellett cserélnie valahogy, vagy el kellett kérnie, ugye ez egy külön nehézség. Hát hogyne, persze. Amit talán még nehezebben értenek meg. Igen, mert a vasárnapot szívesen elcserélték, ugye a szombatra, de így. Sőt, nekem is volt, hogy a postán is 4-ig dolgoztunk, és a téli hónapokban hamarabb ment le a nap, 3-4-kor. És ugye hát ott mindig ott kellett lenni, távirdán voltam, és ott mindig ott kellett lenni, tehát 4 óráig, sőt, ha 1 perccel később mentünk, vagy előbb jöttünk, tehát az mindig számon volt tartva. És mikor így megértette a főnök asszony, hogy nekem milyen sokat jelent a szombat, meg hogy kész vagyok így áldozatot is hozni érte, attól kezdve akkor nekem mindig, tehát 3-4-kor mindig ott volt a helyettes, 3-4 előtt 10 perccel, hogy én addigra hazaértem. Úgyhogy mindig beugrott valaki helyettem, még arra a 15 órára is. Tehát nem kell félni attól, hogy valaki, hogyha hűséges lesz ebben a parancsolatban is Isten iránt, akkor netán hát munka nélkül, vagy megélhetés nélkül maradva a családja,
Isten gondot visel azokról, akik hűségesek hozzá. Hallottam egy történetet, ugyan magam nem voltam átélője, valamikor még a szocializmus idejében történt, hogy volt egy vállalat, ahol többen dolgoztak olyan emberek, akik meg voltak győződve arról, hogy a szombat az Isten rendelése, hogy azt vele való közösségben töltsék. És egy alkalommal mégis be kellett volna jönni mindenkinek, nem tudom, lettek 6 vagy 7 az egész vállalatnál. És az igazgató megmondta, hogy be kell jönni, nem fogad el semmiféle kifogást, és ezt elbocsátás terhe mellett tessék átgondolni, hogy jönnek vagy nem jönnek. Csak az történt, hogy a 6-ból 3 bejöttek, 3 nem. És akkor az igazgató a következő munkanapon berendelte mind a 6 embert, és elmondta, hogy akik bejöttek dolgozni, mehetnek a munkakönyvükért, a többiek maradnak, mert nekünk elfő emberekre van szükségünk. Bizony nem erre számítottak a hűségesek, de ez valóban így történt. Igen, ugye különös ez, hogy tulajdonképpen amellett, hogy nem értik igazán ennek a hátterét, ennek a jelentőségét, de azt mégis látják az emberek, hogy itt valami határozott kiállásról van szó. Nem azért nem akar dolgozni valaki, mert kényelmes, vagy ugye, hát lógni akar a munkahelyéről, hanem ugye ezt szívesen bepótolja, netán sokkal gondosabban végzi a munkáját akkor, amikor bent van a munkahelyén. És megbecsülik azt a munkaerőt, akikre lehet számítani. Hadd ajánljak itt egy könyvet is, amely nagyon sok tapasztalatot tartalmaz, akár a szombat megünneplésével kapcsolatban, akár az Isten gondviselésével kapcsolatban, hogy mennyire rá lehet bízni magunkat. A könyv címe, ha ezrek esnek is el. Még a II. Világháború idején játszódik ennek a könyvnek a története, ami egy családnak a története is, és igaz, megtörtént eseményeket ír le. Talán csak röviden elmondanám a férj, az apa tapasztalatát, aki bevonult a náci hadseregbe, de úgy tette ezt, hogy egy fából faragott pisztolyt tett a pisztolytáskájába, tehát tulajdonképpen fegyver nélkül harcolta úgymond végig a háborút, és Isten megóvta őt, tehát ez volt az egyik nagy tapasztalata, hogy Isten őt megőrizte. Ő elhatározta, hogy nem fog embert ölni, de ugyanígy elhatározta, hogy hűséges lesz a másik parancsolathoz és a 4. parancsolathoz, és ő szombatnapokon soha nem vett részt semmilyen kivonulásban, és az egyik ilyen alkalommal a felettes tiszt nagyon kemény volt, és ráírta a papírjára, hogy hadbíróság elé kell állítani azonnal a leszerelés után, de akkor tulajdonképpen, ugye mivel hát nem volt alkalom rá, nem hajtott végre semmilyen ítéletet, és amikor ugye vége volt a háborúnak, Isten gondviselése folytán ebből a századból nagyon kevesen ugyan, de túlélték, és ő is a túlélők között volt, és amikor leszerelték őket, az amerikai tiszt belenézett a papírjaik közé, és megkérdezte, hogy mivel érdemelte ki ezt az ítéletet, hogy hadbíróság elé kell állnia. Hát ő ezt válaszolta, ami igaz is volt, hogy hát egy szombaton nem voltam hajlandó kivonulni, amikor a hadsereg elindult. És ránézett a tiszt, és megkérdezte, hogy ezt ne mondja nekem, hogy ön a náci hadseregben meg tudta tartani a szombatnapot. De pedig így volt végig a háború során. És akkor a tiszt ezt válaszolta, hogy nézze, én zsidó vagyok, és tudom, hogy nekem is ezt kellene. Én az amerikai hadseregben nem tudom ezt megtenni. És végül ennek a beszélgetésnek volt köszönhető, vagyis tulajdonképpen az ő hűséges kiállásának, hogy a tiszt keresett számára egy olyan megoldást, hogy ne kelljen hadifogolyként elszállítani őt, hanem felmentést kapjon és visszatérhessen a családjához. Tehát a Jóisten még erről is gondoskodott, hogy még hadifogságba se került, nem csak, hogy hadbíróság elé nem kellett állnia a
az Istenhez való hűségéért. Tehát ez az ígéret, amit Isten mond számunkra, hogy a szombat az ajándék nekünk, és elsősorban azért adta az ő szombatjait, és ezt szeretném olvasni is, ezt az ígét Ezékiel könyvéből, hogy adtam nekik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az őnek szentelőjük. Hát ezt tapasztalhatjuk, hogyha hűségesek vagyunk Istenhez, és ha vágyakozunk arra, hogy ezt a napot az ő közelében, az ő jelenlétében tölthessük.